Nagyon szépen köszönöm a szót Veselényi professzor úrnak, tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Visszaélve a helyzetemmel, köszönöm meg Solymosi Tari Emőke akadémikus asszonynak ezt a nagyon érdemi megnyitót, és hálás vagyok neki, hogy nem csupán egy formális köszöntőt mondott, hanem valóban a konferencia lényegét ragadta meg. Most viszont rátérek arra, ami a valós témám. Tisztelt hölgyeim és uraim, kulturális intézmény menedzsmentről szeretnék beszélni, amiről valójában nem tudom, hogy van-e abban a helyzetben, amit Solymosi Tari Emőke nagyon precízen és világosan fölvázolt. Az előadásomat, ha megengedik, négy részre bontom. Az első részben kicsit az előzményekről szeretnék beszélni, a második részben nem tagadva meg önmagamat, egy kicsit államelméletészként próbálom megvilágítani azokat a folyamatokat, amik véleményem szerint relevánsak. A harmadik részben kicsit közgazdászként általános statisztikákkal fogom önöket untatni, de megígérem, hogy nem lesz nagyon hosszú, és utána egy nagyon konkrét példán keresztül alkalmazkodva Solymosi Tari Emőke példájához be akarom mutatni azt, hogy egy intézmény mit tud ma tenni, talán a legjobb módon, ahogy teheti. Tisztelt hölgyeim és uraim, bő másfél évvel ezelőtt ugyanebben a házban, amikor a Művészet Közege című konferenciánkat tartottuk, akkor több pontban, talán 14 pontban igyekeztem önöknek azt vázolni, hogy mit gondolok a társadalmon belüli folyamatokról. Ezek közül néhányat emelek ki, az áthallások nyilván nem lesznek véletlenek, a konkrét kifejezést nem fogom kimondani. Azt állítottam önöknek másfél évvel ezelőtt, hogy a társadalmon belüli szétforgácsolódás és a különböző specifikus csoportok identitás tudatának megnövekedése kezelendő válság jelenség. Hangsúlyozom, hogy másfél évvel ezelőtt vagyunk. Azt is állítottam, hogy a komplementaritás is jelentős tényező, magyarul az, hogy minden egyes terszerű emberi reakciónak előfordulhat nem szándékolt hatása, mondjuk úgy, hogy kiegészítő, ez lehet akár pozitív, akár negatív hatása. Azt is állítottam, hogy a különböző csoportok, különböző társadalmi csoportok közötti alkudozás a abszolút 21. századi jellemző, hiszen minden különböző társadalmi csoportok az érdekeiket egymás ellen igyekeznek érvényesíteni, és ez okszerűen alkudozáshoz vezet. Tisztelt hölgyeim és uraim, ebben a helyzetben, ebből a 14 pontból, amit annól elmondtam, most ezt a hármat emeltem ki, és azt állítom, hogy abban a közegben, amiben akkor voltunk, abban a művészeti közéletben be voltunk, az állam azt gondolom, hogy, és akkor is ezt állítottam, normális módon igyekezett szabályozni a művészeti élet kereteit. Azt is állítottam, ugye, hogy a modern államoknak ugye nem csak azt képezi a feladatát, hogy a polgárok védelméről gondoskodjanak, hanem szellemi jólétéről is, ez szolgálja ugye a saját fogalmam szerint ugye a művészeti igazgatás. Azt is állítottam, hogy a kultúráért felelős igazgatási szerveknek nem csupán támogatásokról kell gondoskodniuk, hanem eltérő modelleket kell kialakítani arra vonatkozólag, hogy a különböző társadalmi, alkudozó társadalmi csoportok között lehetőség szerint mind anyagi, mind szellemi értelemben egyensúlyt tudjanak felállítani. Azt is állítottam, hogy a közigazgatást, ez alatt most szűk értelemben művészeti igazgatást értek, fel kell fognunk úgy, hogy az állam által elismert értékek megvalósítására irányul. Azt is állítottam, hogy a kulturális igazgatás szerepe okszerűen és szükségszerűen megnőtt a polgári társadalom kialakulása után, és exponenciálisan növekszik a 21. században. Ez akkor is igaz volt, most pedig különösen igaz, hiszen egy elég súlyos pandémiás helyzet vélhetően kellős közepén vagyunk. Azt is gondolom, hogy a rendszerváltoztatás után mind Magyarországon, mind a posztjövő térség más országaiban megindult a kultúra igazgatásának decentralizációja, magyarul olyan folyamatok indultak el, amik lehetőség szerint a társadalom különböző csoportjaihoz közelebb hozzák a kulturális igazgatást. Magyarul például önkormányzatok tartsanak fönn kulturális intézményeket, és lehetőség szerint ne a központi államigazgatás. Ezzel egyidejűleg természetesen megindult ugye a kulturális infrastruktúra privatizáció is. A privatizáció alatt most nem kifejezetten csak magánosítást értek, hanem az államtól való elválasztását, függetlenül attól, hogy ez mondjuk alapítványi formába kerül, önkormányzati formába kerül, bármilyen más formába kerül. Az is állítható, hogy a különböző nemzeti kormányok, és itt most szándékosan csak a poszt-szovjet térségre utalok, eltérő pénzügyi modelleket alakítottak ki arra vonatkozólag, hogy miként is lehet kultúraigazgatást szervezni, viszont egyik
említett, akkor említett ország sem tudta azt megvalósítani, hogy magánfinanszírozásból, döntően magánfinanszírozásból zajlódjék a művészeti élet. Egyértelműen állítható, és ez azt gondolom, hogy evidencia ebben a személyi körben, hogy az állam a legfőbb mecénás, függetlenül attól, hogy milyen csatornán juttatja el a különböző forrásokat azokhoz a szervezetekhez, amiket támogatásban kíván részesíteni. Tisztelt hölgyeim és uraim, ez volt a helyzet. És a konferencia alapkérdése, hogy mi lesz most. Hiszen pontosan tudjuk azt, erre utalt akadémikus asszony is a bevezetőjében, hogy egy olyan helyzetben vagyunk, amikor az egyébként jól bevált modellek, jól kialakult programsorozatok, kicsontosított rendszerek működtek, de ezeket március 13-a magasságában egy tolvonással kellett megszüntetnünk, lett legyen ez tudományos konferencia, lett legyen ez koncert, lett legyen ez bármilyen fajta művészeti produkció, könyvvásároktól elkezdve mindenféle rendezvény elmaradt. Ebben a helyzetben az állam szerepe is megváltozik. Nem kívánok virológus lenni, és nem akarom az egészségügyi igazgatás részleteivel terhelni a jelenlévőket, alapvetően természetesen kulturális igazgatási kérdésekre gondolok. És itt jön a kis közgazdászkodás, egy picit számoljunk. Ha azt állítom önöknek, hogy Magyarországon ma van közelítőleg 1100 könyvtár, a szám nagyjából egyébként stimmel, 1100 könyvtár. Ha megnézzük azt, hogy ezek a könyvtárak mekkora olvasói veszteséget szenvedtek el, ha közgazdászként fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy mekkora forgalom csökkenésük volt, hiszen nem vették igénybe személyes jelenléttel a szolgáltatásokat, természetesen az online szolgáltatásokra most nem akarok utalni, akkor belegondolhatunk, hogy azoknak a találkozásoknak és azoknak a katarzisoknak a száma, amikre Solymos Itarjaműke utalt, azok jelentős mértékben csökkentek, mondjuk könyvtárvonalon, csak hogy kulturális intézményekről beszéljek. Ha azt állítom önöknek, hogy van ma Magyarországon közelítőleg 800, nem tévedés a szám, 800 múzeum, kisebb, nagyobb, ebbe a legnagyobbaktól a legkisebbekig mindent beleértek, 800 darab múzeum, és ha megnézem ezeknek, tudok konkrét számokat mondani, de ezzel tényleg nem terhelek senkit, folytattam egy kis adatbányászatot, ezeknek a veszteségei az elmaradt jegyárbevételek mentén 10 milliárdosak. Múzeumokról beszélünk, hangsúlyozom, múzeumokról, tehát alapvetően nem for profit intézményekről. Ha azt állítom önöknek, hogy van fél száznál egy kicsit több színház és olyan módon formalizált más egyéb előadó művészeti intézmény, tehát mondjuk klasszikus zenekar, kórus, stb., tehát több mint fél száz, és ki akarnánk számolni, hogy ezeknek hány művészeti produkciója, személyes jelenlétet igénylő művészeti produkciója maradt el, akkor ott is horrorisztikus számokat kapnánk. Csak a vicc kedvéért mondom, hogy van mondjuk Magyarországon 14 állatkert, és ha ezeket az állatkerteket is belevisszük, és azt a típusú katarzist is belevisszük, hogy mondjuk egy állatkertben is lehet, és mondjuk a budapesti állatkertben van is művészeti produkció, és ott milyen katarzisok maradnak el, akkor azt gondoljuk, hogy azt mondhatjuk, nem gondolhatjuk, hanem mondhatjuk, hogy ezeknek az elmaradt katarzisoknak a száma per személy nagyon jelentős, az anyagi veszteség pedig gyakorlatilag felmérhetetlen. Gyakorlatilag felmérhetetlen, persze felmérhető, egyébként az én becslésem szerint körülbelül 50 milliárd forintot meghaladó veszteséget szenvedett el jegyárbevétel mentén ez a szféra. Ez borzalmas szám. Ebben a helyzetben, és itt nem utalok más helyzetekre, mondjuk meg nem valósítható pályázatokra és egyéb kérdésekre. Ezekben az időkben, ezekben a helyzetekben, amikor ilyen soha nem látott szituációval szembesül a kulturális szféra, akkor azt gondolom, hogy a művészeti intézményeknek, és itt most tágan értem a művészeti intézményeket, beleértem mind a tényleges művészeti produkciót megvalósító intézményeket, mind pedig azokat a típusú intézményeket, mint mondjuk a Magyar Művészeti Akadémia, Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, ami nem művészeti produkciókat valósít meg, hanem ezeket igyekszik elősegíteni, és szakmai értelemben tudományos háttérbázist alakítani, máshogy kell hozzáállniuk a saját közönségükhöz. Solymos Itarjaműke ugye arra is utalt, hogy az online tartalmak gyártása nagyon intenzíven elindult. Más szférákban is egyébként, az oktatásban abszolút, az a leglátványosabb talán, de a kulturális szférában is. Hoztam önöknek egy konkrét példát, amelyre vonatkozó adatokért távolétében is nagyon hálás vagyok Fehér Eurudiké volt kolléganőnknek, a Csiki Gergely, Kaposvári Csiki Gergely Színház marketing igazgatójának, akit arra kértem, hogy néhány számmal segítsen ki engem. Ezeket a számokat felolvasom önöknek, és egy picit próbálom értelmezni. Tisztelt hölgyeim és uraim, a Kaposvári Csiki Gergely Színház a 19-20-as évadban, augusztus 1-jel kezdték meg az évadot, díszévad volt, korán kezdtek,
március 11-ig, amíg be nem zártak, 180 darab előadást tartott meg, ebből döntő részben Székhelyen kívül. A nézőszámuk a 180 előadáson 48 ezer egy néhány fő. Március 11-jel bezártak, mint ahogy minden más intézmény is, egészen augusztus 1-ig. És a kalkulált nézőszám veszteség erre az időszakra vonatkozóan körülbelül 35 ezer fő. Ha itt kiszámoljuk azt, hogy ennek ugye egy része bérletes, zárójelből a 31 néhány ezerből közelítőleg 10 ezer bérletesről beszélünk, a maradék egyéni jegy bevétel csökkenést jelent, akkor azt is kiszámolhatnánk, hogy ez mekkora bevétel kiesés mondjuk egy színház számára, és mekkora katarzis veszteség az egyén számára. Viszont mit csinál ilyen helyzetben egy művészeti intézmény? Mi van a számok mögött, ugye? A 48 ezer látogató és a 35 ezer elmaradt látogató logikája mentén azt választhatja egy művészeti intézmény, amit egyébként a Csiky Gergely Színház is választott, de más intézményeknél is megfigyelhető volt, hogy igyekeznek olyan, csak az idő miatt néztem Veselényi Garai Andorra, igyekeznek olyan programokkal kitölteni a saját működésüket, amely profiljukba vág, ugyanakkor a társadalmi szolidaritást, és ezt a szót ma még nem használtuk, a társadalmi szolidaritást is kifejezi. Mire gondolok? Például arra, hogy a színházi varrodában maszkokat készítenek. Ha valaki visszaemlékszik, most ugye bővében vagyunk a masznak, nekem még tartalék is van a zsebemben, de ha visszaemlékeznek a tavaszi helyzetre, amikor maszk hiány volt az országban, akkor igen nagy segítséget jelentett az, hogy mondjuk színházi varrodákban Miskolctól Kaposvárig mindenki maszkokat vart, és ezzel igyekezett ellátni szépkorú honfitársainkat. Ez azt gondolom, hogy kívül esik egy művészeti intézmény szerepkörén, de korszakunkban nem elhanyagolható segítség, és egyébként, zárójel, ha marketingesként gondolkodnánk, még hozzá is járul az intézmény presztízsének növekedéséhez. Tehát ami elsőre csak annak látszik, hogy kitöltjük a kollégák munkaidejét, másodszorban annak látszik, hogy szolidárisak vagyunk honfitársainkkal, mind a kettő nagyon fontos, sőt, elengedhetetlenül fontos, az harmadsorban egyébként egy management marketing eszköz, nevezetesen a vonatkozó intézmény presztízsének növelése. Az is jellemző, hogy kulturális intézmények, és most még mindig a színháznál maradok, ezt azért teszem, mert még nem mondtuk, de Veselényi professzor úr be fogja majd jelenteni, hogy Zala János kollégánk sajnos már nem tudja megtartani az előadását, ezért egy kicsit helyette is beszélek színházról, többet, mint gondoltam volna. A színházak igyekeztek olyan produkciókat megvalósítani, amiknek a látogatásához nem kell bemenni a színházba. Például szabadtéren, konkrétan városházák, városok főterein előadásokat tartottak, akár flashmob módjára, akár előre bejelentett módokon előadások zajlottak, akár zenés, akár nem zenés prózai módokon, és ezzel igyekeztek némi nemű derűt belecsempészni kitűnő honpolgárok életébe, akik mondjuk nem jutottak el az adott művészeti intézménybe. És amire végül is ki akarom futtatni az eszközmenedzsment oldaláról ezt a dolgot, rendkívüli mértékben elterjedt a szociális média alkalmazása. Ezt egyébként a saját kitűnő kollégáim munkája mentén magam is tapasztalom. Olyan tartalmaink van, a Kutatóintézetnek olyan tartalmai vannak, ajánlom szíves figyelmükbe mind a Facebook oldalunkat, mind egyéb fórumainkat, amelyekre nem is gondoltam volna két éve, hogy elő fognak fordulni, hiszen egész egyszerűen ezek azok a módok, ahol el tudjuk érni azt a közönséget, akit a mi munkánk érdekel, és ezt tették a művészeti intézmények is. Rendkívül gazdag online tartalmak születtek, akár mozgóképes formában, akár olyan módon, ugye a bevett kifejezés a streamelés, akár streamelt formában, amelyek azt gondolom, hogy rendkívül innovatívak, és nagyon előremutató módon befolyásolják a művészeti életet. Az a kérdés, és erre én is akartam utalni, sajnos terjem őkkel előtte az egyik poénomat, ami egyáltalán nem gond, mert így egymásra tudunk rímelni. Az a kérdés, hogy ezek a nagyon innovatív fejlesztések, és mondjuk az én fogalmaim szerint nagyon praktikus, és a korszerűn túlmutató fejlesztések nem lesznek-e negatív irányban befolyásolóak. Az lesz majd a kérdés, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni azokhoz a helyzetekhez, amikor erre már nem lesz szükség. Adja Isten persze, hogy ez így legyen. Kérdés, hogy milyen eszközöket kell majd akkor alkalmazni, és ez lenne az utolsó fordulatom, amikor majd ezek az eszközök kifulladnak. Hova tudunk jutni, és itt most nem elsősorban a technikára utalok, hangsúlyozom, mert a technika nagyon fontos, és rajtam túlmutató módon fejlődik. Amikor ezek az eszközök kifulladnak, van-e még hova előre mennünk, vagy tudunk-e majd hátrálni? Azt gondolom, hogy a kulturális menedzsment alapkérdése az az, amit most föltettem. Van-e még hova előre mennünk, vagy tudunk-e majd oda hátrálni, ahol egyébként szerettünk lenni?
ezt a kérdést hagyom nyitva, és azt gondolom, hogy a konferencia elődői szerintem erre a kérdésre igyekeznek majd választ találni. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket!